Az érthető, hogy a rendszerváltást megelőzően az egyházak vegzálásának, a papok kínzásának és üldöztetésének történeteiről csak a legszűkebb körökben beszéltek. Ám a magyar történelem tanítása a mai napig nem tesz említést ezekről az eseményekről, mondta Eperjes Károly, akinek családjában többen érintettek voltak a kommunista rezsim általi üldöztetésekben. Ha mi 15 milliónak veszem a magyarságot határon túli, akkor már pedig úgy veszem, akkor abból 12 000, kb. 12 ezer szerzetes férfit és nőt kivenni, volt, aki belehalt, volt, aki elszökött, volt, aki így lett, volt, aki úgy. Tehát a mai napig ezt érezzük a társadalomban, hogy miért nem lehetett eddig erről beszélni, nem tudom. Mindez, ami történt, egyenértékű hatását tekintve Trianonnal vagy Mohácssal, mondja a rendező. Megítélése szerint 1956 is egészen másképp végződik, ha ezek a szerzetesek, akik akkor éppen börtönben sínylődtek vagy külföldre szöktek, szabadon tehették volna a dolgukat. Bár a film minden nézőben megdöbbenést kelt, a szakmai fogadtatása elmarad attól, amire Eperjes Károly számított. Volt egy pár filmfesztivál, amelyik nem fogadta el ezt a filmet, a nevezését. Még a Vatikáni Filmfesztivál se. Le se vetítették. Nemhogy betették volna a műsorba, és aztán futottak mezőnyében lett volna. Le se vetítették. Eperjes Károly számos történelmi témájú filmben vállalt már szerepet. Azt mondja, érzi az elhivatottságot arra, hogy a további, a magyar történelem sorsfordító eseményeit feldolgozó alkotást vigyen vászonra, és ismertesse meg a valóságot így módon a nézőkkel.